Istentől elküldetek, ki már a messiás, kiről jövendől és tettő régebben az éles. Egy szép szűznek néven, testet vett magának, Júdabe. A Szaggató zenekar adventi koncertjével vette kezdetét a Kincskereső karácsonyi foglalkozása. A rendezvényen a zene mellett az apró ajándéktárgyak készítésével próbálták megidézni az ünnepi hangulatot. A családok közösen készíthettek többek között képeslapokat, karácsonyfadíszeket, valamint gyertyatartót. Szerettünk volna változatos technikával dolgozni, illetve minden korosztály számára biztosítunk technikát. Az egészen kicsik is tudjanak alkotni, legyen sikerélményük, de a felnőttek is örömüket leljék ebben a délelőttben. A rendezvényen természetesen az olvasásra és könyvkölcsönzésre is volt lehetőség. Surányi Réti Katalinnak 3 gyermeke van, pár éve költöztek a környékre, az utóbbi időben egyre többet járnak a Kincskeresőbe. Otthon is sokat szoktak sajátkezőleg apró ajándékokat készíteni. Arra jöttem rá, hogy most, amikor mindent meg lehet vásárolni, azért van egy nagy igény a gyerekekben mégiscsak, meg a szülőkben is, de főleg a gyerekek, hogy valami, amit ők hoznak létre, és hogy olyan örömmel készítették ezeket az én óráimon is, amikor mi kézi munkáztunk, hogy megajándékozom jaj nagyit, a takarítónénit az iskolába, vagy az osztályfőnököt, és nagyon szép dolgokat készítettek. Braun Sára az anyukájával jött el a karácsonyi kézműves foglalkozásra. A kedvenc témájú könyvei közé a hercegnősök és a lovasok tartoznak, a rendezvényen is éppen egy ilyen kötetet nézegetett, általában lefekvés előtt szokott mesét hallgatni. Anyukám szokott lefekvés előtt mesélni. Az idén még egy alkalommal lesz kézműves foglalkozás a Kincskeresőben, a Bütyköde elnevezésű programsorozat keretében, amikor is a látogatók csúhéból készíthetnek karácsonyi díszeket.